Szevasztok, üdvözlök mindenkit a lenyírom.hu mai epizódjában, ahogy már a címből is kiderülhetett, Husqvarna 372 XP unboxing, a kicsomagolás és beüzemelés. Az első kérdés, amit fölvethettek számomra, az gondolom az lesz, hogy Géza, ez most megint egy megrendelőtől kunyisztorral a fűrészt, hogy csinálj egy potya videót. Segítek, nem. Be kellett szereznem egy ilyen masinát, abból az okból kifolyólag én nem nagyon akartam, de azt láttam, hogy egyre nagyobb szüksége van a vállalkozásomnak egy nagyobb teljesítményű fűrészre. Nem fogok belőle titkot csinálni, az eddigi legnagyobb fűrészem az a Stihl MS260-as benzinmotoros láncfűrész, amit annak idején még Zoli kollégámnak a javaslatára vásároltam meg, és azóta is gyönyörű szépen funkcionál. Egyetlen egy probléma van vele, hogy dönteni meg darabolni ilyen 40 centi fölött, tűátmérő fölött már így, már szegényként már úgy nem esett neki jó, azt vettem észre, és nem is volt annyira hatékony vele a munkavégzés. De ezzel nem kell csodálkozni, hát nem teljesen erre van kitalálva, amire nekem kellett. És beszéltem Csatárfalvi Szabolcssal, fölírtam Vadász Izolit is, hogy ők javasolnak-e, mik az ötletük, fűrészben ők a profik, én hallgatok a tőlem sokkal okosabbakra. Mondtak nagyon jó ötleteket, volt közte Eco, Stihl, Husqvarna. Kérdezhetnétek azt, hogy jó, hát a Oleo, hogy nem Géza, tehát köztudottan nagy Oleo magpárti vagy. Azért nem, mert abban a teljesítményben, amit a srácok javasoltak nekem, hogy mégis mire lenne szükségem, ott már mondták, hogy egy jó erős 70-75 köbcentibe kéne gondolkoznom, ott az Oleónak ilyen nem volt. Ezért de feladottak nagyon sok opciót nekem, és aztán így esett a választásom hosszas utáni eljárás után erre a Husqvarna 372 XP láncfűrészre, amit a Gazda ABC-n keresztül sikerült megszereznem. Nagyon jó áron jutottam hozzá, a srácok halál kedvesek, mi több levelet is váltottunk egymással, és teljesen korrekt volt a kiszolgálás, úgyhogy én mindenképpen tudom őket is javasolni, hogy ha esetleg Husqvarnáról gondolkoztak, akkor nyugodtan lehet menni hozzájuk vásárolni, mert akkor, amikor körbe érdeklődtem, igazából nagyon sokan azt láttam, hogy ez most jelenleg nem elérhető az a termék. Na, de ez most nem is érdekes. Kicsit elfordítjuk ki a kamerát, egy pillanat, és itt van a masinánk. Elkezdjük szépen kicsomagolni. Elővesszük a kisbicskánkat. És akkor reméljük, nem sértek meg semmiféle anyagot. Utána kezdjük így. Újjában látom a dobozát, de jó nekem! Nagyszerű. Akkor ettől meg is szabadultunk volna. Leszedjük szépen a vezető lapnak a burkolatát. Nem bízták a véletlenre a srácok. Na, itt a vezető lapnak a védő burkolata, meg ahogy jól látom, benne van maga a vezető lap is. Jó mutatom, látjátok? Husqvarna X-Force. Semmi olyan információ nincs rajta, amit most így meg tudnék veletek hirtelen osztani. De akkor ha kicsomagolok, akkor kicsomagoljuk ezt is. Aha. Íme. És akkor amit tudnunk kell róla, maga a vezetőlap az 50 centi hosszú. Amit tudok így fejből, azt nem is tudom nektek mondani, hogy a minimum vezetőlemez hossza, vagy vezetőlap hossza, az 40 cm, amit ajánlanak. A maximális hosszúság az pedig 70 centi, ha jól tudom. Szabi is, meg Zoli is azt mondta, hogy állapodjak meg magammal, tehát ezt azért koptassuk el szépen. De vegyek rá egy 60 centi hosszú vezetőt is, akkor az a bőven, tökéletesen ki tudom használni a gépnek a adottságait.
Oké, amit még tudok, tehát 50 centi a vezető lemez, 3-8 osztású lánc fog hozzámenni, a horony szélessége pedig 1,5 mm-es, úgyhogy innen már az lehet tudni, hogy tényleg nem egy kis játékgépről van szó. Hol kéne ezt itt megkezdeni, csomagolni, aha, jó. Aha, Most tudom, itt vigyek ki belőle először. Aha, itt az ajándék. Két ütemolaj. Ezt félre is tesszük, ezt is. Aha. Hát tényleg kedvesek voltak a srácok. Mert kaptam hozzá egy liter láncolajat. Térkitöltő, megszabadulunk. Aha. Ja, akkor... Ezért kérdezték. Egy technikai póló. Mindjárt ki is bontjuk, ha már itt tartunk. Tudom, mindenki a fűrészt várja, de... De most várunk. Vártok egy kicsit még. Már megnézzük, hogy... Szerintem jó lesz méretbe. És ha jól tudom, de majd ezt majd kiírom nektek, hogy ez miféle funkciót tud mire használható. Azt tudom, hogy légáteresztő. De majd szerintem az lesz a legegyszerűbb, hogy nem a hülyeséget magyarázom, hanem majd szépen feliratozom nektek. Na. Á, ez már több mint kedves. Kaptam ajándékláncot. Nagyon jó. El vagyok ájulva a srácoktól. Nagyon kedvesek. Gépkönyv. És. Jó, a szokásos kulcsok, ezt már nem is nyitjuk, mert úgyis fog kelleni. És íme! Na, álljunk itt meg egy pillanatra. Egy szóra, ahogy Grécsi tanárul mondaná. Ez igen. Kis darab fűrész. Szép. Szép. Jó nagy darab ország. És egy üres lett a dobozunk. Gyertek. Leveszlek ideket. Inkább így fordítom a gépet a fény felé. Csinos kis darab, itt sajnos be volt csomagolva, maticázás megnyomódott. És akkor mondanék közben egy pár adatot nektek, amit így nagyjából tudok úgy fejből, de majd azt is szépen kiírom. Tehát akkor, ha már így egy kézzel meg bal kézzel próbálom emelgetni, akkor kezdjük a súllyal. A súly maga az 6,6 kg. Vágószerkezet nélkül. Ha jól emlékszem, az üzemanyag tank őrtartalma az 7,7 deciliter, az olajtartály őrtartalma az 4,2 deci. És ami szerintem mindenkit érdekel, meg engem is ez érdekelt a legjobban, a motornak a köbcenti az 70,7 köbcentiméter, és 5,5 lóerőt képes leadni maga ez a blokk. Azt hiszem ennyi, de majd amit elfelejtettem, azt mondom, hogy úgyis kiírom.
Szerintem tegyük össze. Tegyük össze, szereljük össze. Oké. Kezdjük el kicsomagolni. Zoli is, meg Szabolcs is azt mondta, hogy jól választottam, meg hogy nekem tényleg erre a gépre van szükségem. Álljátok, ez egy nem mai konstrukció, de ja, ami nekem számított nagyon, én nem hiszek ezekben a ilyen motor, meg olyan injektor, meg ilyenben. Én a régi gépeket szeretem, berántom, megy, igénytelen, megkapja az alapvető karbantartási műveleteket, mint úgy, mint a levegőszűrőt kitakarítom, vagy tehát a lánckán is legyen meg élezés, tehát ezek az alap dolgok, de az, hogy most gépészkedjek fele, meg állítson itt egy kicsit a karbin, most nem tudom, hogy értelmes dolgot mondtam, de ezek nekem nincs idő, meg nem szeretek ezekkel foglalkozni. Én szolgáltató vagyok, én nekem az a lényeg, hogy legyen egy jó szerszámom, amivel a megrendelt munkát el tudjam végezni. Ennél a gépnél is, és ezért esett a választásom erre a gépre. Amit már most látok, meg érzek is, meg hallom is a hangján, az oldal deckning, az fémből van, amit én nagyon szeretek. És van itt egy kis támasztógyűrű, vagy támasztóbakocska. Nagyon nagy gép. Úgyhogy szépen szereljük össze. Na hát kérem szépen, megmondom őszintén, hogy ennyit lánc meg vezetőlemez felszereléssel még nem kilódtam, mint ezzel a géppel. Kicsit kezdtem is kétségbe esni, hogy akkor mi a baj. De azt szokták mondani, hogy az intelligens ember először mindig saját magát kérdőjelezi meg. Úgyhogy én úgy voltam vele, hogy biztos, hogy én csinálok valamit rosszul. Úgyhogy maradtam a jó öreg megoldásnál, előttem a gépkönyvet, és átkezdtem nézni, hogy van-e valami trükkje. Hogy kell felhelyezni a Husqvarna-nál magát a láncot, a vezető lapot, illetve az oldaldeknit. Ahogy azt korábban mondtam, én az ógyűrűt, a távtartó gyűrűt, ezt simán leszettem, és az a lényeg, amikor láthatátok is, hogy kicsit ilyen killódós az egész, hogy amikor beállította magát a láncfeszességet, ráhoztam magát ezeket a feszítő csavarokat, nem úgy kell, kezelek már a láncfűrészt jó pár éve, nem vagyok olyan láncfűrészes, de azért tudom, hogy kell meghúzni. Igazából tehát nem comboztam rá, hanem ahogy illik. És onnantól kezdve maga a lánc az se előre, se hátra. Mondom, akkor nézzük meg, biztosan behúztam a féget, nem, semmi. Szétszedtem, gyönyörű. Amint lazítok, azt vettem észre, hogy amint lazítok a csavaron, úgy egyre lazul maga, tehát egyre jobban tudom forgatni magát a láncot is. Úgyhogy telefonos segítséget kértem, fel is hívtam a csatárfoglalói Szabolcsot, hogy ugyan áruljál már nekem, hogy hol rontok el dolgokat, és elmondott, hogy tegyek ide egy kis VD40-et meg, és akkor utána gondolkozott, hogy ez az X-Force lapok, ő azt mondta, hogy nagyon-nagyon nem szereti őket, mert tehát olyan vastagon rajtuk a festék, hogy maga a lánc, amikor beletesszük, a horony szélesség hiába 1/5-ös, azt hiszem, igen, 1/5-ös, az mégis egy jó pár tizeddel csökkenni fog. És annyit mondott, hogy tegyek rá a VD40-et magába a horonyba, és úgy néz ki, hogy lássad át, hogy most jelenleg már így működik. De Szabi azt mondta, hogy lesz ez még jobb is, csak magának a festéknek le kell majd kopnia, és akkor gyönyörű szépen fog futni. Ezúttal is nagyon-nagyon szépen köszönöm Szabinak. Szervusz Szabi, köszönöm szépen! Nélküled ez a videó úgy néz ki, nem jött volna létre, de és látjátok még most is, hogy szorul. Na de ennyi lett volna, ezt csak azért mondtam el, hogy azért van ez a csatorna, hogy ötleteket, javaslatokat osszak meg veletek, ha nem is konkrétan a saját kútfőmből, hanem Szabéból,
De ha esetleg valaki vesz egy ilyen masinát, akkor el kell kétségbe esnie. Oké, azt mondanám, hogy azért nézzétek már meg milyen kis csodagép, közelről így összerakva. Nézzétek meg, és inkább megmutatom nektek, vagy hogy a szebb mondani. Az a baj már, hogy nem sok fény van, mert a nap megy lefele. Na, azért már most csak jobb, de még látjátok most is, hogy szorul. Úgyhogy majd előbb-utóbb, csak egy kicsit érek vissza az anyagilag. Majd le lesz csengelve ez a lap is, de addig használjuk ezt. Jó, oké, föltöltöm üzemanyaggal, aztán berefedjük a gépet, kíváncsi leszek rá. Na hát kérem szépen, akkor Husqvarna 372 XP első indítás. Ha nézzük, onálásba szivatót rátesszük, dekompresszort benyomjuk. Na, első perc a szivató vissza, a dekompresszor be. Azt már most el tudom mondani, hogy ja, hogy álljok már, lássátok azt a nagy tök fejemet. Szóval azt már most el tudom mondani, hogy nehéz gép, legalábbis nekem szokatlan ez a súly. Majd úgy lesz, akkor lemérem nektek. Zajos, de én bízom Zoliban, meg Szabiba is. Vagány kis gép lesz. Remélem. Azért nem betem, hogy tovább húzatni neki, mert itt vagyok a műhelybe, és ez jelenleg még bérlemény, ráadásul lakott területen belül vagyunk. Nem szeretném itt a főbérlőnek a kis bajszát húzogatni, hogy minél hamarabb tegyem már ki innen. Így is egy ilyen megtűrt személy vagyok itt. Szóval a lényeg, hogy holnap elméletileg, ha ilyen jó bomba idő lesz, bár éjszakára esőt mond, mennénk fát vágni, és ott biztos, hogy kell majd darabolni is, ott pedig majd szépen elkezdem bejárni a gépet. Remélem lesz rá lehetőség, ha nem, akkor sziasztok, üdvözlök mindenkit, és találkozunk legközelebb, de én holnap ezt egy kicsit szeretném bejáratni, úgyhogy ti is ott vagytok velem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy innen folytatjuk. Hello!
Ha, 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 ha.